A Bonyhádon megjelentek szakmai nap keretében tudtak meg többet a környezetvédelmi felelősségbiztosítási kötelezettség új 2024. január 1-től életbe lépett szabályozásáról. A hulladék termelőknek bizonyos mennyiségű felett kötelező környezetvédelmi biztosítással kell rendelkezni, és hát engem, mint hulladékgazdálkodási szakértő azért hívtak meg, hogy kicsit ennek a környezetvédelmi hátterét, kicsit a gazdálkodóknak, amúgy is a hulladékgazdálkodási kötelezettségeiről beszéljek, és az, hogy ebbe hogyan illeszkedik ez a környezetvédelmi biztosítás. A szakértő szerint a hulladéktermelés mindig is érdekes szegmense volt az iparnak. Egy gyártás folyamán sok esetben keletkezik olyan mennyiségi hulladék, aminek a kezelését ugye meg kell oldani, és hát sajnos mindig voltak olyan gazdasági társaságok, akik felhalmozták mondjuk a hulladékot, esetleg nem megfelelő helyre, nem megfelelő jogosultságú hulladékkezelőnek adták át, és ezek ugye a későbbiekben előfordulhat, hogy illegális hulladéklerakássá váltak, vagy éppen egy-egy telephelyen felhalmozottak, és hát ezt most ez az egyik kormányzati szándék, hogy legyen egy olyan pénzügyi biztosíték, egy olyan biztosítás, amiben ezeket a hulladékokat fel lehet számolni, amit esetlegesen egy gazdasági társaság, illetve egy hulladéktermelő hátrahagy. A Tolna vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke úgy fogalmazott, fontosnak tartja azt is, hogy a szervezetet kivigyék az emberek közé. Ne szexárd központú legyen a Tolna megyei Kereskedelmi és Iparkamara, hanem vidéken is tartsunk olyan rendezvényeket, ami a vállalkozóknak kényelmesebbé teszi a megjelenést. Ennek az első állomása Bonyhád. Köszönjük szépen Filóné Ferenci Bolya polgármester asszonynak, hogy lehetővé tette a helyszínt. És további állomásaink azok Tamási és Dombovár lesznek, tehát kifejezetten azt szeretnénk, hogyha azt a vízfejet, azt a szekszárdi vízfejet meg lehetne szüntetni, és helyette több meghatározó városba, megyei városba tudnánk vinni ezeket a rendezvényeket. Számos témánk van, ami izgalmas, ugye általában évelején a jogszabályok változása az, ami nagyon fontos nekünk, hogy ezekről értesítsük a vállalkozókat, illetve tudjuk informálni őket. Ami nagyon fontos még az energiakérdés, tehát most ott tartunk, ez egy teljesen friss információ, hogy villamos energiát körülbelül olyan áron tudunk most már beszerezni, mint a Covid és a háború előtti időszak, ami szerintem egy nagyon jó pillanat, és ebben is szeretnék az MVM-mel együttműködve információt adni. És természetesen ez a hulladékgazdálkodási kérdés, mint teljesen új terület, ez a következő téma, amiről szeretnénk beszélni. A vállalkozók információt kaptak többek között a hulladékok elhelyezéséről és a forgalomba hozatal utáni kötelező termékdíj fizetéséről is.